stúdióban, tehát akkor Rég Lajos, jó reggelt kívánok, és Burány Sándor. Jó reggelt, Burány. Szép, hogy itt kezdik a napjukat. Rég Lajos, viccesen megkérdezte, hogy akkor hogyan szólítsanak engem Mártinak. Hát tulajdonképpen akár úgy is lehetne, de... Jó reggelt, Róbi, csak ennyi elég lesz. Igen, igen. Na, komolyra fordítva a szót, hogy itt a beköszönésnél több témát említettük, de kezdjük ezzel az egészségügyi jellegű témával, mert ugye ez érzékeny. Miért is mondom ezt, hogy érzékeny? Miközben a világon számtalan ország hozza meg azokat a szigorú döntéseket, hogy teljes egészében a lakosságnak is kötelezővé teszik a védőoltást, már ugye annak a beadását, ha ezt nem is lépik meg, nagyon sok szakmában viszont kötelezővé teszik. A Jobbik miért most indít egy olyan petíciót, amit Jakab Pétertől hallottunk, hogy meggátolják, megakadályozzák, ne támogassák a kötelező oltást Magyarországon, miközben Magyarországon nem kötelező? Annyi helyesbítést azért mondanék, hogy számtalan ország az így nem helyes, pár országban, az Európa Unióban kezdeményezés van arról, hogy kötelezővé teszik az oltást. Hogyha miniszterelnök úr szavait lehet itt idézni a stúdióba, ő azt mondta, hogy Magyarországon nem lesz kötelező oltás. Mindig azt mondta, hogy ne azt nézzék, mit mondok, hanem mit cselekszem. Közben, bocsánat, majd... a labornak tekintett Ausztriában már kötelezővé tették az oltást. Igen, ugye bevezetés, de hát ott is van egy polgári engedetlenség, és ott se teljesen egységes az elfogadottsága ennek a rendszernek. Viszont Orbán Viktor mindig azt mondta, hogy azt nézzék, amit teszek. Tehát nem kötelező az oltás, de köteleztem az egészségdolgozókat, utána köteleztem az állami szektorba dolgozókat, a szociális szektorba dolgozókat, majd most a fegyveres testületeknél már kitolták április végéig ugye az oltás felvételének a kötelezettségét. De miért pont április végéig, mert lesz egy választás? Az, hogy egy országban kötelező vagy nem kötelező az oltás, az egy kérdés. Járványkezelést az többféleképpen lehet kezelni. Lehet, hogy a higiéniai szabályok betartásával, távolságtartással, maszkviseléssel, a járványkutatással, járványnak az előrehaladásának az ellenőrzésével, a szűrésekkel. Egyetlen egy dolgot nem tett meg jól a kormány ebben a tekintetben. Az, hogy miért pont most van ez a népszavazási kezdeményezés, vagy inkább petíció, mert az az előszobája, azt gondolom most jött el az idő, hogy megkérdezzük az állampolgárokat, ne csak arról kérdezzünk meg, hogy kitállítsunk meg az aktuális időben Gyurcsány, Sorost, vagy nem tudom még ki az aktuális ördög. Azt gondolom, hogy ez a népesség nagy részének az érdeke az, hogy kinyilvánítsa az, hogy mit szeretne. Ugye népszavazást szeretnének, igen. Petíció az lehet az előszobája a népszavazás. Hát ugye látják, hogy tavaly nyár óta már zajlik egy népszavazási kezdeményezés, és valószínűleg nem lesz áprilisban népszavazás ugye az ellenzék által kezdeményezett témákban. Az aktualitást említette, mennyi lehet ez aktuális még egy év múlva, mert körülbelül addigra kerülhet, ha egyáltalán, és összejöhet a petíció alapján a megfelelő számú aláírás, támogatja a többi ellenzéki párt a Jobbikot. Személy szerint támogatom ezt a petíciót. A kormány még arra se hajlandó, hogy érdemi választ adjon, hogy egyébként ennek a rendelkezésnek a közszférában, például a tanárok között mi a következménye. Most tettem ki egy Facebook posztot, mert teljesen kivehette nálam a biztosítékot, hogy a kormány, egészen pontosan Kástár Miklós, illetve Rétvári Bence képtelen volt egy egyszerű kérdésre válaszolni, hogy itt Kőbányán és Kispesten a választókerületen maradt iskolákban hány tanár hiányzik most amiatt, mert kényszer szabadságra küldték őket a fel nem vett oltások miatt. Most mindenről beszéltek a válaszban, kivéve erről. Márpedig pontosan tudom, hogy néhány iskolában ez a szám meghaladja a 10%-ot. Pontosan tudom, hogy van olyan iskola, ahol az igazgató helyettesek 100%-a került kényszer szabadságra. Egy olyan szektorban, ahol a tanári túlmunka már így is épp, hogy csak összetudta tartani az egész oktatási rendszer. Hát országos szinten az csak 1%, tehát azt hiszem 800 körüli tanárról tudunk. Mondják, ha az ember rákérdez egy konkrét választókerületbe, akkor mindenről írnak, csak egy számot képtenek leírni, hogy hány embert éri. Mondták azt is ők, hogy hazugság az, hogy 17 ezer egészségügyi dolgozó hiányzik a rendszerből, majd a KSH egy hét múlva ezt rendbe tette, és akkor mégis azt mondták, annyi hiányzik. És annyi hiányzik. Így van. Hozzáteszem azért azt is, hogy a PS részéről, vagy a PDS részéről gyakorta vendégeink, a vezetők, az elnökök. Ők is azért egyébként ugyanezt a számot mondták, hogy pár száz főről van szó a pedagógusok esetében. Menjünk tovább, bocsánat, nem akarok még ezen könyvkében ugrálni ezen a
témán, de ugye ön meg így... beszélni, én nem most a kötelező oltás, vagy nem kötelező oltás, ugye azzal kezdte a beszélgetést, hogy némiképp ugye korrigált engem, hogy hát azért ne, nem minden, hanem néhány, most ez persze megközelítés kérdés, hogy hány ország. Csak néhány példát azért hadd említsek. Olaszországban az iskolai dolgozóknak, a rendőröknek, katonaságnak, Lengyelország tanárok, biztonsági szektor munkatársainknak márciustól. Megyek tovább, bocsánat. Csehország, rendőrök, katonák, más foglalkozásban tevékenykedők. Aztán még egy Ausztriában szinte teljes. Ausztriában ugye februártól, Németországban szintén februártól az összes felnőtt állampolgárnak. Eddig az volt a baj az ellenzéknek, hogy nem kezelték megfelelően, mindenki azt sürgette, hogy mindenki adassa be magának a vakcinát, hiszen ezzel lehet megóvni ugye a súlyos szövődményeket, vagy legrosszabb esetben a halált, ugye az elhalálozást. Most akkor ezzel mi lenne a baj? Ja, egy fontos tény van, amit le kell szögeznünk, és véleményem szerint ezzel mindenki egyetért. Nem az oltás ellen van ez a petíció, hanem a kötelezettség bevezetése ellen. A lehetőség, minden, én mindig ezt mondtam, a lehetőség minden állampolgár számára ott van, hogy döntsön pro és kontra. És a műsor elején is elmondtam, a járványkezelésnek, a járvány visszaszorításának nem ez az egyetlen fegyvere. Ha az a három másik fegyver hiányzik a rendszerből, akkor az oltással semmire nem megyünk. Vannak olyan országok, ahol ugye nem kötelező az oltás, mondjuk Németország, még az egészségügyi rendszerben sem jelenleg, ott is tudják kezelni ezt a járványhullámot. Hát hogyan? Hogy megfelelő számú egészségügyi dolgozó van a rendszerben. Most mondhatják önök azt, hogy lehet ott is van egy százezres hiány, igen, ám csak azt a százezres hiányt a magyar egészségügyből szipkázzák át, és próbálják majd pótolni. A magyar egészségügy sajnos ezzel nem rendelkezik. Ez nem volt kimondva, és én most is azt mondom, hogy a harmadik, negyedik, ötödik hullámban a járványkezelés egyelő volt a nullával. És hát más fontos különbségek is vannak az európai országok és Magyarország között a járványkezelés. Most nem csak az egészségügyi állapot, ha megnézik ugyanezekben az országokban, hogy a járványkezelés közben, akik elveszítették a munkaikat, vagy ideiglenesen otthon kell, hogy maradjanak, milyen állami segítséget kaptak, akkor az derül ki, a fizetésük 70-80%-át megkapták állami segítséget. Magyarországon erről csak egy nagyon szűk vállalkozói rétegben beszélhetünk. Ha megnézzük, hogy például a tesztek ingyenessége, hogy néz ki ezekben az országokban, akkor azt látjuk, hogy ingyenesek ezek a tesztek. Magyarországon a kormány makacsul elzárkozik minden ehhez hasonló intézkedéssel. Én egyébként tegnap előtt kaptam meg a negyedik oltásomat, önként dalolva, tehát semmiféle kötelezettségem ez ügyben nem volt, a saját józan eszemen kívül. Hogy kicsit többet lássunk, vagy tisztában lássunk az egészségügy helyzetét tekintve, ez ügyben született egy talán az önök szempontjából is, vagy a média szempontjából mindenképpen talán pozitívnak mondható jogerős ítélet, amely megállapította, hogy az EMMI jogtalanul tiltotta ki a sajtót a kórházakból a koronavírus berobbanása kapcsán. Erre ugyanis csak a kórházigazgatóknak lett volna lehetőség. Nézzünk el, hogy összefoglalt, aztán ez a témával folytatjuk. Ennyi súlyos beteget és ennyi halálesetet nem láttunk. A heti naplós stábjának mondta ezt tavaly az aradi kórház egyik orvosa. Kollégáinknak azért kellett Romániába utazniuk, mert hiába tart már lassan 2 éve a járvány. Magyarországon eddig az állami tévén és az MT-n kívül más szerkesztőség nem kapott lehetőséget arra, hogy Covid-osztályon forgasson. A Telex bíróságon támadta meg ezt a gyakorlatot, a döntés most arra született meg. A bíróság szerint az EMMI csak irányítási jogot gyakorol a kórházak felett, és az egészségügyi intézmények vezetőinek kell elbírálnia a fotózási, riportkészítési kérelmeket. Közben a Magyar Hang arról írt, hogy egy a birtokukba jutott tanulmány szerint a járvány második hulláma azért okozott katasztrofális veszteségeket Magyarországon, mert a kormány késve döntött és rossz döntéseket hozott. A lap szerint a tanulmány megállapításait úgy próbálják eltitkolni a nyilvánosság elől, hogy visszavonták egy bárki számára elérhető tanulmánygyűjteményből. Mert az nagyobb probléma. No, kíváncsiak vagyunk akkor a vendégeink véleményére ezzel kapcsolatosan, hogy ez a
jogerős ítélet most megszületett. Ez a változtatott volna egyáltalán bármi is? Tehát a kórházigazgatók vajon mást mondanának-e, más lenne a szándékuk, mint az MB-nek? Voltak bátor kórházigazgatók, hát emlékszünk, meg szakemberek, akik megmondták, hogy például a jegyezhető gépekre kerülők 80%-a Magyarországon sajnos meghal, ellentétben mondjuk Ausztriával, ha már európai kitekintések vannak, ahol 80%-a egyébként megmenekül. Az információ nagyon fontos. A magyar járványkezelés egyik legnagyobb hibája, az előzőeken túl, amiről beszéltünk, az a titkolózás volt. Nincsenek hiteles kormányzati számok szándékokra vonatkozóan sem, és így aztán mindenki a saját elképzelése alapján, rokonok, barátok tapasztalatai alapján kezeli egyénileg a járványt. Sokkal egyszerűbb, hogyha minden átláthatóan történik. Igaz, időnként nyilván brutális képsorokat is láttunk volna, de hát aki volt már kórházban, vagy ismerősét meglátogatta, az pontosan tudja, mi a helyzet a kórházakban. És éppen azért, hogy ezt az állapotot elkerüljük, lett volna jó bemutatni, hogy miért fontos a járványkezelésnek azok az egyéb módszerei, amik a kórházon kívül a betegség megelőzésében fontosak. Na, szerintem az egészségügyet eléggé kiveséztük, most beszéljünk gazdasági kérdésekről is, elég fontos, akár a minapi Orbán-Putyin találkozó kapcsán is, de egyébként is, ugye volt egy nagyon erőteljes fellendülés az elmúlt években, most a tavalyi év végére, mintha meglassult volna a magyarországi gazdasági fejlődés, a hatalmas költekezések után némi visszafogás következett be. Hogyan értékelik önök ezt? Örülnek-e, vagy későnek tartják ezt a reakciót, mármint a beruházások visszafogását? Hát ha visszakeressük korábbi nyilatkozatainkat, vagy az ellenzék gazdaságpolitikusainak nyilatkozatait, akkor mi már a legnagyobb felívelés szakaszába is megmondtuk, hogy ez népileg tupírozott szám. Azért tupírozott szám, mert ebben benne vannak azok az építkezések, amelyek, ha elkészülnek, nem hozzák a pénzt, hanem viszi stadionok, sportcsarnokok, lásd. Amikor az építőipar megkapja ezeket a megrendeléseket, és felépítik ezeket az objektumokat, akkor ez benne van a GDP-ben és a gazdasági növekedésben. Aztán itt maradnak nekünk ezek az intézmények, meglátjuk, hogy majd a kézilabda elmúlása után mennyire lesz például ez a gigantikus csarnokászával. Hát vannak fele problémák, üzemeltető például nincsen pillanatnyag, viszont hozott több tízezer turistát, hogy mondják a turizmus felével. Arra példa, hogy veszteséges, és van olyan önkormányzat, ami köszönte, de visszaadta az államnak a kezelését, mert nem bírja fenntartani. Tehát ezek a beruházások most már elkészültük után, az ilyen típusú beruházások nem hozzák, hanem inkább viszik a pénzt, és ez most már látszik a szerényebb számokban. Mi akkor megmondtuk, hogy nem ebbe kell önteni elsősorban a pénzt, sőt most már Hatolcsi György is úgy látja, hogy sokkal inkább az emberi erőforrásba kellett volna fektetni, nem pedig betonba és vasba. Gazdaság élénkítő hatását inkább fordítsuk le a hétköznapi nyelvre. Egy GDP-ről beszélünk, lehet, hogy a nézők nem is értik azt, hogy most a GDP-t hogy kell kiszámolni. Mondok egy egyszerű példát, hogyha 2020. február 3-án elmentem egy üzletbe, és ott 5000 forint értékbe vásároltam a kosaramba, és ugyanezt megteszem egy év múlva, pont ugyanazon a napon, ugyanezért az összegért 5000 forintból, akkor mennyi árut tudtam ezért megvenni, és 100%-ig kimerem jelenteni azt, hogy jóval kevesebbet. Tehát a gazdaság hatás, ugye az mérhető a béreknek a növekedésébe, és abban az árukészletben, amit azért az összegért meg tudok vásárolni. De hát Magyarországon ez nem igazán érzékelhető, és most nem a politikusokról beszélek, hanem azokról az emberekről, akik a befizetett adójukból megpróbálnak valamit vissza is kapni a gazdasági szempontok alapján, de nem látszik. Hát ugye de ez részben ugye az inflációnak köszönhető, hogy kevesebb dolgot tud az ember megvásárolni. Itt viszont a stúdióban azért, még ha finoman is, de azért többször elismerték azt, hogy Matolcsi György jókor lépett akkor, amikor a Magyar Nemzeti Bank közbe lépett, hogy az inflációt egy kicsit megfékezzék. Igen, de ez egy kényszer lépés volt. Sokkal inkább korábban kellett volna megfékezni magát az inflációs folyamatot. A végén jót lépett azzal az egyetlen eszközzel, ami még a kezében maradt. De előtte a Matolcsi György vezette egy bank a hitelek garmadáját borította a gazdaságra. Kíváncsi vagyok, hogy milyen hatékonysággal vették a vállalkozások ezeket a kedvezményes hiteleket. Tehát olyan pénzeső volt, és ebben nem csak a kormány, hanem a jegybank is részt vett. Egyébként európai tendenciákkal összhangba ezt tegyük hozzá. Tehát most olyan pénzbőség volt az elmúlt években az egész Európai Unióban, Magyarországon is, ami növelte az inflációt. Magyarországon ennek sokkal tragikusabb a hatása, mint mondjuk Franciaországban. Tomival pont arról beszéltünk még az adásunk legelején, hogy majd megkérdezzük önöket egy másik petícióról. Úgy látszik, most az ellenzéknél a petíciók korát éljük.
mert ugye a Márki-Zay Péter is petíciót indítana, ő viszont annak érdekében, hogy legyen közös miniszterelnöki vita. Nagyszerű ötlet, hát szerintem éheznek az emberek egy ilyen politikai vitára. Most a pontos dátumot már fel se tudom idézni, hogy Orbán Viktor mikor állt ki utoljára vitázni, de azt tudom, hogy talán Gyurcsány Ferenc volt a vitapartnere, és azóta nem is szállt vitába. Azért érdemes lenne tehát egy jó hangvételű, jó programokat felhozó vita, én azt gondolom, hogy előre vinné a magyar politikai életet is, hiszen az emberek éheznek erre. Nem csak arra, hogy miniszterelnök jelölttel vitázzon, hanem mondjuk egy adott választókerületbe a képviselőjelölt, a másik képviselőjelölttel is. Hogyha ez kulturált körülmények között van, még hozhat is pro vagy kontra. Hát erre még van 2 hónapunk, meglátjuk, hogy sorra kerül, viszont időm már nincsen erre a beszélgetésre, ne haragudjanak, remélem nem szorult magukban egyetlen mondatni véleményre, röviden. Engedtek még. Nem, csak annyit, hogy legalább megismernénk a kormány elképzelését, mert most az ellenzék választási programjából sokkal többet lehet kiolvasni, mint hogy a kormány mire készül, ha maradna. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, és elmondták. 3. áprilisban majd eldől. Köszönjük szépen.